Nem ünnepi beszéddel készültem, nem is egy akadémikus történészi fejtegetését adom, hanem Kárpátalja görög katolikus papságának áldozatvállalására emlékezem, különös tekintettel arra, hogy az elmúlt napokban volt Boldog Romzsa Tódor vértanú püspök emléknapja. A második világháborút követően a Kárpátalját bekebelező szovjet birodalom átfogó támadást indított a görög katolikus egyház ellen. Püspöküket, Romzsa Tódort 1947-ben meggyilkolták, két évre rá pedig az egyházközségeket beolvasztották a Moszkva központú pra Pravoszláv egyházban. Azt a 129 papot, akik nem voltak hajlandóak áttérni, 1949 folyamán három hullámban a Gulák koncentrációs táboraibe hurcolták, közülük 28-an már soha nem is tértek vissza. Nézzük a történelmi előzményeket! A vörös hadsereg előretörésével visszafoglalta a szovjet területeket, és elfoglalták a szövetségesek közötti egyezményekben a Szovjetuniónak ítélt országokat. A szovjet terjeszkedés nyugat felé létükben jelentett fenyegetést a katolikus közösségeknek, különösen a katolikus baltiaknak, a beloruszoknak, a nyugat-ukrajna és kárpátai görögkatolikusoknak. Miután a szovjet vezetés felismerte, hogy az egyházak bármilyen szintű önálló, buszta léte veszélyes lehet az egységes szovjet birodalomra, a németek kiűzése után Stalin elrendelte, hogy az ortodox egyház, sőt a görög-katolikus egyház egész struktúráját a moszkvai patriarchátuson belül szervezzék meg. Az egyházakkal kapcsolatos lépések elvi hátterének összefoglalását Karpov államvédelmi ezredes fogalmazta meg először 1945-ben, és levélben küldte el a pártvezetésnek. A levél a Vatikánnal kapcsolatos történeti viszonyok összefoglalással kezdődik, amelyben Kárpov eltárs a katolikus egyházat szidalmazza. Leírja, hogy idézet, az orosz ortodox egyház, mely a múltban nem fejtett ki előg erőfeszítést a katolicizmussal szembeni harcban, a mai időkben komoly szerepet játszhat és köteles játszani a katolikus egyház és az uniatizmus elleni harcban, mely a fasizmus védelmezésének útjára állt, és a világ háború utáni berendezkedésében igyekszik hatását érvényesíteni. Idézetbe bezárva. Kiemelte a görög-katolikus egyház Vatikántól való elszakításának szükségességét, és kifejtette az orosz ortodox egyházhoz való csatlakozás célzó intézkedéseket. Ezek közül a legfontosabb, idézet, az uniátus egyházon belül iniciatív csoportokat szervezni, mely köteles deklaratívan bejelenteni a Vatikánnal való szakítást és felhívást intézni az uniátus papsághoz az ortodoxiába való átérésre. Ezen feladatok végrehajtására elsősorban az MKVD-re e, hárult, hiszen szolgálati módszerekkel lehetett a leggyorsabb és leghatásosabb eredményeket elérni. Az MKVD el akarta érni, hogy az uniós egyház tervezett megsemmisülése egyházi folyamatnak tűnjék. A hívekkel azt kellett elhitetni, hogy az egyházi felsőbbségnek engedelmeskednek akkor, amikor a pártvezetés kívánsága szerint cselekszenek. Ezért meghamisították az 1945-ben megválasztott Alexi Patriarka pásztorlevelét, amely így azt sugalta, hogy Galícia katolikus ukrányait hogy Galícia katolikus ukránjait nyilvános hitehagyásra és az ortodoxiához való csatlakozásra szólítja fel. A görög katolikus egyház nem is kételkedett a körlevél eredetiségében, de amikor az egyház megyék kollektíven megküldték csatlakozási nyilatkozatukat, Alexi Patriarka néma hallgatásba burkolózott, mindez bizonyítja a pásztorlevél hamisságát. 1945. decemberében a Breszti Unió 350 éves évfordulóján 12. Pius pápa kifejtette a szovjet területeken élő katolikus egyház helyzetével kapcsolatos véleményét. Róma igen jól volt informálva az egyház ortodoxiába való bekebelezésének kísérletéről, és meg is nevezte ennek jogtalanságát. De még nem ismerte föl, hogy a titkos szolgálat áll az egész folyamat hátterében. Így Alexi Patriarka nevében megjelent pásztorlevél hitelességéről is meg volt győződve. Moszkva rossz szemmel nézte, hogy a Vatikán szót emel a jogsértések miatt, ezért az NKVD komoly propagandával kezdte híresztelni, hogy a Vatikán áll a szovjet ellenes kémkedés hátterében. Kárpátalját 1944 őszén foglalt el a Vörös Hadsereg. Az itt kialakított úgynevezett Nemzeti Tanács már 1944 végén kérte, hogy vegyék fel Kárpátalját a Szovjetunióba. Az új szovjet hatalomnak problémát okozott, hogy a kárpátaljai lakosság nagy többsége görögkatolikus vallást gyakorolt. Ettől függetlenül a szovjetek által támogatott ukrajnai pártvezetés, az egyházpolitikát, az ukrajnai minta sikerességére alapozva igyekezett alakítani Kárpátalján is. Minden megpróbáltatás ellenére nagy számban maradtak azonban olyan hitvalló papok, akik ellenálltak az egyház megsemmisítésére irányba törekvéseknek, vállalva a vértanúságot. Közülük Magyarországon a legismertebb Rózsa Tódor görögkatolikus püspök. Romzsa Tódor a görögkatolikus Munkácsi Egyházmegyének 1944. szeptemberétől volt a püspöke. A nagy októberi forradalom évfordulójára rendezett ünnepségre a püspököt is meghívták beszédet tartani. Szavait rögtön közölte a helyi és a moszkvai sajtó a következő cím alatt. A görögkatolikus püspök arra kéri Stálin Generalissimust, hogy Kárpátalja szovjet Ukrajnához csatlakozhasson. A püspök hiába tiltakozott a szerkesztőségben, azt a választ kapta, hogy csak kiavították, amit rosszul mondott. A meghamisított beszéd Rómában is nagy megdöbbenést keltett. Ezt követően Khrushchev, aki ekkor az ukrajnai kommunista párt első titkára volt, Stálinhoz fordult azzal a kéréssel, hogy engedélyezze számára a teljes görögkatolikus egyházi vezetés titkos likvidálását Ungváron. Kijelentette, hogy Romzsa Tódor, a Munkácsi Egyházmegye püspöke aktívan együttműködik a kommunizmussal szembeni ellenállókkal, és kapcsolatot tart fenn a Vatikán titkos küldötteivel, akik aktív harcot folytatnak a szovjet hatalom ellen, és támogatást nyújt az ellenállóknak. Azt írta még, hogy Romzsa és csoportja komoly fenyegetést jelent a régió politikai stabilitása számára, amely nem régen vált a Szovjetunió részévé. Tehát a szovjet vezetés itt is követte a már kitaposott utat, államellenes vádakra építette a leszámolást ellenfeleivel. A püspök személyét annyira komoly fenyegetésnek találták, főleg Russov, hogy a helyzet megoldásával egy már bizonyítottan hatékonyan dolgozó NKVD-s tisztet bíztak meg, Pavel Anatoljevics Szudoplatov tábornok személyében. Szudoblatov 1946-tól az Állambiztonsági Minisztérium különleges részlegének parancsnoka volt. A szovjet vezetés figyelmét 1938-ban Konovalec nacionalista vezető meggyilkolásával keltette fel. Innentől kezdve a likvidálások szakértőjeként dolgozott az OGPU-nál és utódszervezeteinél, az NKVD-nél és a KGB-nél. 1939-ben Stalin megbízta a Trotsky elleni merénylet megszervezésével, amelyet sikeresen végre is hajtott. A háború alatt a frontvonal mögötti szabotázs akciókat szervezte, a háború után Khrushchev irányításával az ukrán nacionalista felkelés szétverésében, illetve az egyházak beolvasztásában működött közre. Rendelkezésünkre állnak 1996 őszén oroszul, majd nem sokkal később angol nyelven is publikált emlékiratai. Ebben részletesen tárgyalja a Romzsa Tódor püspök meggyilkolásának előkészítését, körülményét és kivitelezését. A merénylet szükségessége szempontjából fontos előzménynek tekinthető, hogy a Vatikánból kapott titkos jelentés, amely Szudoplatov, amelyet Szudoplatov így kommentál. Idézet. Egy 1947-ben általunk külföldről kapott információból tudjuk, hogy a Vatikán az amerikai és angol hatóságok támogatását keresi, hogy segítséget nyújtson a görögkatolikus egyháznak és a vele szoros kapcsolatban lévő ellenállóknak. Ez az információ nem csak Stalinnak és Molotovnak, hanem az ukrajnai kommunista párt központi bizottsága első titkárának, Kruszsovnak is át lett adva, idézetbe zárva. Visszaemlékezéseiből következtetni lehet arra, hogy az információ valószínűleg az NKVD egyik a Vatikánnal kapcsolatos felderítés végző ügynökének a kosztarikai, de valójában szovjet államsol, az állampolgárságú Grigul Levics-től származott. Őt valaha Trotsky meggyilkolásáért Szudoblatovval együtt tüntették ki, a háború befejeztével kosztarika Vatikán és jugoszláviai nagykövetelet. 1945-ben jelentette, hogy a Vatikán az ukrán görögkatolikus egyház üldözése miatt Moszkvába szemben kemény álláspontra fog helyezkedni. Hruscsov tudta, hogy Romzsa Püspök információval rendelkezik az ukrajnai vezető körökön belüli helyzetről, és az ukrán nemzeti nacionalista mozgalom elnyomása érdekében tervezett intézkedésekről. Ismereteit görögkatolikus apácáktól szerezte, akik szoros kapcsolatban álltak a megyei első titkár feleségével. Az információ az ukrán párt vezetésen belüli viszonyokról, Romzsán keresztül külföldre szivárgott, onnan pedig visszajutott Moszkvába. Ez valós veszedelmet jelentett Russov számára. Ezért kezdeményezte a Romzsával való fizikai leszámolást. Stalin eleinte nem adott engedét az ukrán állambiztonsági szerveknek az akcióban való részvételre. Később, mikor látta, hogy a helyzetet másképpen nem tudják megoldani, elfogadta Kruccsa véleményét, miszerint eljött az ideje a Vatikán idézet terrorista fészke megsemmisítésének ungváron. A romzsa püspök elleni támadás rosszul volt előkészítve, és híre még a kivitelezés előtt kiszivárgott nyugatra, olyannyira, hogy egy svájci rádióban be is mondták. Ruscsó pánikba esett, és ismét Szálinhoz fordult. Hangsúlyozta, hogy Romzsa Tódor magasrangú összekötő fogadására készül a Vatikánban. Ekkor Szutoplatov Ungvára utazott különítményével együtt, ahol megkapta Moszkvából a főpap likvidálására vonatkozó parancsot. 1947. októberének végén teherautóval belehajtottak a Lókai templom felszenteléséről hazafelé tartó püspök lovaskocsiába, majd a sérülteket vasdorongokkal kezdték el ütlegelni. Egy közelgő járműtől megijedve azonban a merénylők szétszaladtak, és így a főpásztor csodával határos módon életben maradt, és az ungvári kórházba került. Ott egy NKVD-s beépített nővér mérgezte meg. Romzsa Tódor november 1 villadó éjszaka halt meg. Ellentétben az ukrajnai görögkatolikus egyházzal, ahol a titkos szolgálat jelentős eredményt ért el a görögkatolikusok ortodoxiába való kényszerítésében, Kárpátalján még a püspök halála után is kevés sikerre jártak. A papság sorsa hosszú börtönbüntetés, munkatábor, majd a későbbiekben elmegyógyintézeti kezelés lett. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Puskás László atyának, aki lankadatlanul kutatja a KGB egykori levéltári anyagait, és felbecsülhetetlen szolgálatot tesz, hogy mi kései utódok megismerjük a történelmi tényeket. Természetesen a római katolikus és a református egyház sem kerülhette el a szenvedést, a vértanúságot. De erről már szóljon az utánam következő gulák poklát megjárt Gulácsi Lajos Püspök úr. Köszönöm, hogy meghallgattak.